Tiszteltem köszöntjük kedves nézőinket, és köszöntöm beszélgető partner dr. Tőrme Gyulát, a munkáspárt elnökét. Elnök úr a közelmúltban Belarusban járt, ahonnan be is számolt az ottani történésekről, történt, hogy a Ryanair eltérítéses történetéről. Történt azóta valami az ügyben, valami említésen értő esemény? A Nyugat továbbra is hazudik, és én erre hívnám fel mindenkinek a figyelmét. Abból egy szó sem igaz, amit a nyugati propaganda meg a nyugati politikusok állítanak. Elég föltenni azt a kérdést, hogy mi haszna lett volna Belarusziának abból, hogy lekényszerít a földre egy repülőt. Persze ez az ellenzéki újságíró, ez egy fontos személyiség, aki lázadott a belarusz népet a kormányon szemben, de hát még az ő feje se éri meg, hogy egy ilyen nemzetközi konfliktusba Belarusz belemenjen. Én azt gondolom, hogy azóta megindult a helyzetnek a tisztázása és a normalizálása. Lukasenko elnök épp a múlt hét közepén a parlamentben mondott egy nagy beszédet. Egy nagyon hosszú beszéd volt, jelen voltak az országvezető miniszterek, és pontosan tényekre építve elmondták, hogy milyen katonai, milyen állambiztonsági, milyen média fenyegetés éri ma Belaruszt. És az ország vezetése eldöntötte, hogy megőrzi az ország függetlenségét. Pénteken pedig Moszkvába, illetve Oroszországba utazott a belarusz elnök, és hát én azt vettem ki a szavaimból, hogy Putyin nagyjából jelezte, hogy ahogy eddig is, aki kezet emel Belaruszra, az Oroszországot találja magát szemben. Az unió szankciója a repülés irányításról ér? Tehát, hogy nem repülhetnek Európai Uniós légtérben belarusz gépek? Hát én Varson keresztül akartam visszajönni, mert azt legközvetlenebbnek is elég sokáig húzódott az ügy, aztán végül is a lengyelek is beadták a derekukat, és nem engedik a belávél gépeit. Aranyos persze az egész történetben már idézőjelbetéve az, hogy figyelmeztettek, hogy mivel most sok lemondás van, ezért belátható ideig ne számítsak a pénzemre, úgyhogy ahhoz, hogy hazajövessek, hogy meg kellett keresnem egy országot, amely nem követi az Európai Uniónak ezt a belarusz ellenes politikát. És láss csodát, Erdogan Törökországa nem ismeri el ezeket a szankciókat, nem is hajtja végül, és az isztambuli repülőtéren keresztül tökéletesen. Akkor a szankciós büntetést az európai állampolgárnak is fizetni kell, ugye? Mert a többletköltséget, az utazás többletköltségét hát önnek fizetni kell. Éppen igen, én most már kifizettem ön is büntetve volt. Többletköltségét és minden egyéb költséget, ami majd ezzel jár. Oroszok meg fogják oldani, mert úgy mennek majd a kedvelt nyári gyűlőhelyekre, hogy Moszkvába szállnak át, és mondjuk nem Varsóba vagy Berlinbe. Még egy érdekes gondolat, kicsit ide is tartozik, amikor idefele jövet kocsival hallgatom a rádiót, és hírekben hallom, hogy most Berlinben kényszer leszállítottak egy Ryanair gépet bomba fenyegetettség miatt. Akkor most ezek szerint Berlinben is szankció lesz, vagy mi változott? Azt szívesen elnézném, hogy az Európai Unió Németország ellen szankciókat vezessen be, de valószínűleg ez nem több, mint egy vicc. Egyébként előfordulhat bármely géppel, hogy kap egy hírt, bomba van a gépen, ilyen veszélynek egyetlen repülő sem szabad kitenni, és akkor hoznak intézkedéseket. Ha már ennyit repültünk, javaslom, maradjunk a témánál. Itthon sajtóértesülések szerint ismét többségi tulajdon szerezne a Budapest Liszt-Ferenc repülőtérben a nem magyar állam, mint üzemeltető. Mit szól ez a munkáspárt? Én azt gondolom, hogy a repülőtér az egyrészt egy stratégiai terület. Tehát egy országnak nincs több ilyen nagy repülőtere. Magyarországon budapesti Liszt-Ferenc repülőtér az egyetlen olyan, amely hát nagy mennyiségben sok embert és komoly gépeket tud fogadni. Ezért én alapvető hibának tartom, hogy a Gyurcsány kormány annak idején eladta külföldieknek a repülőteret. Ezzel együtt minden haszon, ami egy ilyen repülőtérnek az üzemeltetésével jár, az természetesen a külföldiek zsebébe ment. De ez mondjuk csak a kisebb vikont, a nagyobb vikont, hogy ezek a külföldi üzemeltetők nem igazán törődtek felén továbbfejlesztésével. Tessék megnézni, hogy az ember kimegy, akkor a piszok, a kosz, a cigaretta, a csikket és minden az veszi körül. Az üzletre megy minden, üzleteket persze építettek, hogy az emberek költsék a pénzüket, de hogy ott rendőrnek, tisztaság legyen és jövő legyen, arról nincs szó. És nem véletlen, hogy budapesti repülőtér nem tudott még a térségnek se ilyen átszálló helyévé válni,
Varsóvasokkal több repülő száll, mint Budapesten, és következésképpen a lengyelek is elviszik ennek a hasznát. Én bízom benne, hogy ez a kormányzati döntés vissza tudja majd hozni Budapest értékeit. A rendszerváltáskor, tehát a 90-es években elkezdődött ugye a privatizáció, az állam rossz gazda címszó alatt kezdték el ezt végbevinni. Egy kimutatás alapján láthattuk azt, hogy több mint 600 magyar céget privatizáltak, magánszemélyek, kisebb-nagyobb cégek, azt, amik végül is utána eltűntek, vagy nagy nyugati cégekbe beleolvadtak. Azóta viszont ezek a cégek is teljesen eltűntek. Tehát vajon mi volt ezzel a célja az államnak, és mi volt a felvásárló nagyvállalatoknak? Ugye 1989-90-ig Magyarországon szocializmus volt. A vállalatoknak a túlnapi többsége állami tulajdonban volt, esetenként szövetkezeti tulajdonban. Most erre jött az ideológia, a rendszerváltás ideológia, főleg a liberálisok ideológiája. Akik kijelentették, hogy az államnak nincsen semmilyen szerepe, nem is lehet semmilyen szerepe, meg az állam rossz gazda, tehát akkor az államtól el kell venni a vállalatokat. Ők pontosan tudták, hogy mit akarnak. Ők azt akarták, hogy az a meglévő tulajdon, tehát a gyár, az üzemek, a gépparkja, a gépkocsi parkja, az emberállomány és sok minden más, az egy ravasz lépéssel a magántulajdonosok kezébe kerüljön. Tehát a kapitalizmus alapjait vetették meg ezekkel az intézkedésekkel. Nem törődve azzal, hogy tulajdonképpen ugyanis mondja, szétvertek értékes vállalatokat. Hiszen itt olyan nagyvállalatokról van szó, mint a Gancmádok, vagy olyan nagyvállalatokról, mint a Videoton, vagy a sokat emlegetett Ikarusz autóbuszt, és még nem beszéltünk az olajgyárról, olajfeldolgozókról, cukorgyárakról. A miniszterelnök gyakran elmondja, de jó volt 30 évvel ezelőtt, mert akkor volt 12 cukorgyár. Hát jó napot kívánok, miért kellett őket eladni? Azért, hogy a külföldi megvásárolásra, még csak nem is a gyárat, hanem a piacot. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes döntés, hogy az államnak szerepének kell lenni a gazdaság irányítására. Ugye említette elnökről a szocializmust, hát igen, tehát önnek akkor abban a gazdasági mechanizmusban ugye tapasztalatai voltak, tehát élménnyel bír. Ugye tudjuk, hogy akkor voltak TSZ-ek, voltak állami gazdaságok és olyan gyárok sorozatai, amit most végtelenségig lehetne sorolni. Ugye ezek eltűntek. Na most, hogy az állam rossz gazda és hogy nem jól voltak irányítva. Na most akkoriban ezeknek a cégeknek az élén hozzáértő emberek voltak, nem? Tehát ez nem egy politikai tömülés volt. Még egyszer mondom, ez az ideál, a liberálisoknak a hazugsága, ideológiája, hogy az állam rossz gazda. Miért lenne az állam rossz gazda? A szocializmusban sem volt az, és természetesen a kapitalizmusban sem az. A szocializmusban az állam tulajdona megtestesítette a közjót, és azért voltak állami tulajdonban stratégiai ágazatok, az üzemek a rész, hogy minden ember érdekeit tudják teljesíteni, és az emberek életét javítani tudják. Most a kapitalizmusban, amikor mi is munkáspárt is azt követeljük, hogy a stratégiai ágok, tehát a vasút, a bankok nagy része, a repülés, a hadipar, az energetika, ez legyenek állami kézben, annak egyszerű oka van. Ugyanis ha egy kézben van, egy magános kezében van, akkor az ő egyéni érdekeit elégíti ki az a gyár. Ha megjelenik az össztársadalmi, összállami érdek az állami tulajdon formában, akkor legalább van esély arra, hogy nem csak Kovács János érdekeit szolgálja majd ki a magyar államvasutak, hanem esetleg a magyar emberek többségének az érdekeit. Tehát mi azért támogatjuk ezt, hogy erős állami tulajdonra van szükség most is. 2005-ben Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt adták el a Liszt Ferenc repülőteret. A 2010-es Orbán kormányzás ideje alatt felszámolták a malévot. Lehet okozati összefüggést keresni, találni a két tranzakció között? Erre nem tudnék választani, nem tudom, hogy a malévot pontosan miért sikkasztották el. A malév az egy elég jól működő légitársaság volt, és ma is látjuk, hogy helye lenne. Most lehet, hogy persze azért szüntették meg, mert hely kellett a Wizzairnek, de ez csak egy ilyen hangos gondolkodásnak az eredménye. Nem ártana a Magyarországnak lenne saját nemzeti légitársasága, amely kiszolgálná az embereket. Ma a világ számos helyére nem tudunk elutazni, csak valamelyik külföldi légitársaság gépével. Elnök úr, akkor ön fontosnak tartaná
a stratégiai cégek több állami szerepvállalását, illetve olyan cégek megalapítását, újraindítását, amik annak idején a gazdaságban meghatározó tényezők voltak? Nem a fodrászatot kell állami tulajdonba venni, hanem a vadipart, a stratégiai ágazatokat, mint az energetikát, a paksi atomerőművet. Ilyen nagy dolgoknál, ami valamennyünket kiszolgál, szóba sem jöhet, hogy egy vagy két tőkés érdekeinek rendeljék alá. És természetesen a közlekedés, a repülés, a vasút is ilyen. Én még azt gondolom, hogy a nagybankok egy jelentős részének is így kellene működni. Én szívesen látnám egyébként még a új hatalmi ágazaton média egyik másik képviselőit is állana tulajdonba. Legalább több lenne a fegyelem, és nem csak hazudnának az újságok és a médiumok általában, hanem egyszer-egyszer az igazat is most. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy válaszolt kérdéseimre. Örülünk annak, hogy épségben hazajött külföldi útjáról. Köszönöm az interjút. Kedves nézőinknek köszönöm a figyelmet. Javaslom, nézzenek minket továbbra is az interneten. Találkozunk a következő beszélgetésben. Viszontlátásra!